Lazándi János vagyok, kicsit, ilyen is van nagyon jó. Csatlakozok az előttem szólóhoz, egy 3D nyomtatott multimétert hoztam magammal, aminek az a neve, hogy Volt Set. És én itt mindig olyan kakukktojásnak érzem magam, mert itt mindenki ennyi érdekes informatikai témát vonultat fel, mondjuk az előző pont nem az volt. Én meg ilyen villamosmérnök vagyok, de keményen, úgyhogy most ilyen diódáról, meg áramról, meg feszültségről, meg ilyenekről is szó fog esni, elnézést kérek előre is. Most összesen 5 diát csináltam. Az elsőben arról szeretnék beszélni, ami nagyon divatos manapság, az, hogy építsünk valamit startup jelleggel. És gyakorlatilag ez a projekt is, amiről beszélek, ez az okos multiméter, ez is így került hozzánk, hogy egy amerikai egyetemen 3 hallgató összefogott, és kitalálta, hogy ő már pedig valamit szeretne csinálni. Beszéltem velük személyesen, és mondták, hogy valamit kéne csinálni, de én se értek semmihez, meg én se, hát, de mit csináljunk? És hát akkor csináljunk multiméter, de mondjuk egyik se volt villamosmérnök, tehát nem tudom miért pont ezt találták ki, de mindegy. Ebből csak az a probléma, hogy látszott, hogy ezt a multimétert valakinek meg is kell csinálni, tehát így került hozzánk ez a dolog. Itt a ötlettől a megvalósulásig ennek a diának a címe, gyakorlatilag a PCB Design Kft., ahol én vagyok az ügyvezető, ezzel foglalkozik, hogy mindenféle startup ötletet, vagy azt mondja, hogy sorry, ehhez mi nem adjuk a nevünket, vagy azt próbálja elősegíteni, hogy ez megvalósuljon, és gyakorlatilag amivel mi foglalkozunk, az a rendszertervezéstől kezdve gyakorlatilag a gyártásba vitelig. A cég maga az csak 2 éves, úgyhogy még a teljes gyártásba vitel egyik esetben se valósult meg, azért nem egy kész multimétert hoztam, hanem egy ilyen 3D nyomtatott dolgot. Hogy néz ki ez? Azért szerintem érdekes, talán mindenkinek van ilyen vénája, hogy ő szeretne valami vállalkozást beindítani, és ha ez ilyen elektronikai jellegű, akkor sajnos ki kell, hogy ábrándítsam, mert gyakorlatilag látszik az, hogy egy ilyen terméknek, ami azt mondom, egy viszonylag egyszerű termék, ennek a kifejlesztése is több 10 000 euróba kerül. Amivel mi foglalkozunk, az az elektronikai tervezés, és van egy állandó partnerünk, az a Ketter nevezetű magyar cég, aki pedig a gépészeti oldalt viszi. Amivel mi foglalkozunk, az a kapcsolási rajz és nyáktervezés, amivel a Ketter foglalkozik, az meg gyakorlatilag egy formatervezés, a formaterveknek a prototípus nyomtatása, aztán a hozzátartozó szerszámoknak a tervezése, és gyakorlatilag a fröccsentésnek a menedzselése. Tehát ez az általános blabla, térjünk át talán a lényegre, ez a Volt Set. Gyakorlatilag itt kimásoltam a Kickstarterről, ugye ez egy Kickstarter projekt, náluk van vagy 4-5 Kickstarter projekt. Ez 851 befizetőtől összesen 113.548 dollárt tudott összeszedni. Van egy nagyon szép ilyen bemutatkozó videó, akinek akar ilyet csinálni, mindig azt mondom, hogy erre ne sajnálja pénzt, mert gyakorlatilag ettől fog dőlni a lé. Itt is erről van szó, van egy olyan szép videó, ami megmondja, hogy mit fog csinálni ez a Volt Set. Amikor ezt a Volt Setet kitalálták, akkor még a piacon nem volt gyakorlatilag vezeték nélküli multiméter. Azóta egyébként a világ legnagyobb gyártó, ez a Fluke nevezetű, annak is egy teljes sorozata van. Az ötlet egyébként nem egy annyira rossz dolog, ez egy olyan multiméter, ami nincsen kijelző. Mire jó a multiméter? Ugye bizonyos elektromos paramétereket lehet vele mérni, ezzel is ezt lehet tenni. Ami újdonság, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon kijelzőjét használja a méréseknek a megjelenítésére. Itt milyen, tehát az általános mondjuk feszültség, áram, ellenállás mérésen túl, ugye ilyen feature-ök vannak benne, hogy grafikusan ábrázolja a mért eredményeket, vagy azt mondjuk egy Excel táblába menti és automatikusan e-mailen elküldi, illetve, mivel ez egy Amerikában indult projekt, ilyen advanced feature-ök is vannak benne, hogyha például az ember méri a konnektort, akkor bekapcsolja azt, hogy konnektort mér, és akkor mutatja az ábrán, hogy ugye hova kell kötni a 2 drótot, hogy ellenőrizze az ember, hogy 110 voltot mér. Vagy egy másik nagyon érdekes dolog, amit a videóból fényképeztem ki, hogyha lerobban az akkumulátor a kocsiban, és éppen nálad van egy Volt Set multiméter, akkor a kedves hölgy méri az akkumulátornak a pólusait, és akkor kiírja azt, hogy most 9,58-on, tehát az akkumulátorod nem megfelelő. Tehát nagyon magas szintű interpreter is van a multiméterben. Ugye
Alapvetőleg azon túlmenően, hogy ez egy ilyen okos funkciókkal is felszerelt multiméter, azért ennek egy meglehetősen pontos és biztonságos multiméternek is kell lenni, tehát ennek megfelelően a multiméter szabványoknak megfelelőket 3-as 600 voltos minősítésnek meg kell lennie, illetve meglehetősen pontosnak kell lenni, ami az általános ilyen gagyi multiméterekre nem jellemző, tehát ez egy 4,5 digites multiméter jelentsen is, amit jelent. Hogy néz ki ez a multiméter belülről? Alapvetőleg ugye most egyelőre még csak a 3D nyomtatott házat láthatjuk. Belülről gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy multiméter, hiszen ez egy multiméter. Azért betettem alulra még egy Flug, ugye az a mondjuk a világ legnagyobb multiméter gyártójának a belső képét. Van egy-két dolog, ami nekem szembe tűnik, mivel én ismerem az áramkör, valószínűleg nektek nem tűnik fel. Az egyik dolog, hogy ami a legnehezebb megoldás volt, most arról fogok beszélni, miben speciális ez a multiméter, hogy a multiméter úgy vannak megvalósítva, hogy van az elején egy ilyen forgó kapcsoló, amivel ki lehet választani, ugye, hogy feszültséget vagy áramot mérünk. Bólogassatok, mert akkor látom, hogy tudjátok, hogy mi ez. Ez gyakorlatilag úgy van megcsinálva, hogy van egy ilyen aranyozott körgyűrű, ami bizonyos pontokat rövidre zár, és ennek megfelelően fog azt a megfelelő funkciót csinálni. Az a baj, hogyha ezt egy bluetoothos multiméternek szeretnénk tervezni, abban nem lehet mechanikus alkatrész, és az összes ilyen kapcsolót úgynevezett szillárd testrelével kellett megvalósítani, ami még a pontosságot se rontja el. Tehát ez egy elég unikális dolog. Ezen túlmenően persze ez is valami okos eszköz, tehát nyilván van benne egy Bluetooth Low Energy kapcsolat. Ezen túlmenően USB interfészen keresztül is képes kommunikálni. Ugye mondtam azt, hogy ennek az összes ilyen életvédelmi szabványnak meg kell felelnie, tehát egy nagyon szép kettős szigetelés található rajta. Mi van még, ami izgalmas? Ugye precíziós és minősített alkatrészeket választottunk. Ugye ez tipikusan úgy néz ki, az ember megnézi a multiméternek az adatlapját benne, hogy milyen biztosítékot kell belevenni. Egy normális biztosíték ára az körülbelül ilyen 5000 forint. Manapság azért ugye egy teljes multimétert adnak, tehát nyilvánvalóan azon, hogy a minősítést megcsinálják egy bizonyos biztosítékkal, aztán pedig egy teljesen más tesznek benne, tehát ezért nem érdemes az olcsó multiméterbe például 220-ba kotorászni. A technikai specifikációról most ez tényleg egy durva elektronikai dolog. Amit minden multiméter mér, az gyakorlatilag AC-DC feszültség és áram, ellenállás, dióda, ilyen csilingelés. Ami még az újabb multiméterek benne van, az mondjuk a kapacitás és a frekvencia mérés, hőmérsékletmérés, és van benne egy úgynevezett non-contact voltage detekció is, az pedig ugye arra való, hogy a falba lehet vezetéket keresni vele. Ami még izgalmas, ez egy külön kérése volt a megrendelőnek, hogy aki multimétert használt és nagyisten áramot mér, az esetek felében nem tud áramot mérni, mert kiégett a biztosíték a multiméterbe, tehát van egy okos visszajelzés, hogy kiégett a biztosíték a rendszerben, ami egyébként elektronikai nem is olyan könnyű megvalósítani. Tehát ez gyakorlatilag az elektronika. Az elektronika viszonylag gyorsan kifejlődött, a második nyomtatott áramkör már azt mondjuk, hogy az összes minősítésen át is ment. Itt betettem volna ilyen nagyon izgalmas képeket, csak sajnos nem engedélyezte, ahol mértük, ahol ilyen több száz kilovoltos laborban ugye próbáltuk tönkretenni a multimétert, ugye ez ilyekkor a szikrákat húz, meg minden ilyen izgalmasan. Természetesen mondhatom azt, hogy nem sikerült tönkretenni, de azért nyilván tönkre lehetne. Gépészeti tervezésről mondanék néhány szót. Ez egy mindig ez a legnehezebb rész, és az elektronika és gépészetnek az együttműködése mindig a legkritikusabb ugyancsak, hiszen sose tudja az ember, hogy mi legyen az előbb, tyúk vagy a tojás, tehát először tervezzük meg az elektronikát, és adjuk oda a gépésznek, hogy barátom tervezzél közé házat, vagy azt mondja, hogy ez egy design dolog, megtervezem a házat, te meg tedd bele az elektronikát. Ugye ez itt a kettőnek teljesen párhuzamosan kell működnie, ezért is jó, még egyszer kiemel ez a Ketter nevezetű Kft., mert ez itt viszonylag jól megvalósul. Itt ugye a gépészetnek tudnia kell az elektronikát is, tehát például mit tudom én, hogy látjuk ezt a kis vonalat, itt látszik az, hogy ott például egy meg kell a életvédelmi szigetelésnek is lenni, tehát hogyha megfogjuk a készüléknek az oldalát, akkor se rázzon meg az áram. Tehát sajnos a gépészeknek is kell ehhez érteni, itt rengeteg iterációs cikluson ment keresztül maga a termék, míg kialakult ez a végső koncepció, amely gyakorlatilag mind elektromos, mind a megrendelő igényeinek megfelelő, másfelől jól szerelhetővé is válik. A projekt jelenleg olyan szinten áll, hogy most egy 3000 darabos szériát
akarnak nyomtatni. Én mindig mondom nekik, hogy elég lesz először 100-at, csak próbáljuk ki, hogy működik-e, de hát a megrendelőnek ugye sok pénze van, látjuk, megnyerte a Kickstarter-en ezt a tonna pénzt, úgyhogy gyakorlatilag ez a volt set, akinek tetszik, rendeljen magának. Köszönöm a figyelmet! Várom a kérdéseket. Mennyibe fáj? Azt hiszem, a Kickstarter-en azon fenn, hogy 149 dollár a alapverzió, és a Super Bluetooth-os nem tudom milyen, az meg 199. De ez mondom, ez egy precízós multiméter, tehát nagyjából árában van. Igen. Fogom a két ügyköt, meg a mérem, és van a dobozom, meg van még a telefonom. Igen, na erre is gondoltak ezek az ügyes formatervezők. Itt a végén van egy ilyen kamera csatlakozó, vagy ez a kis menet, amit tudjátok minden fényképezőgépnek az alján, és ehhez például terveztek egy olyan adapter, ami egyfelől például a magát, a vezetéket tárolja, amikor ugye nincs használva és szeretnéd használni, vagy szállítani, illetve például minden fémes felületre, mivel mágneses, mint ugye van ilyen mobiltelefon tartóhoz felrögzti, illetve hogyha olyan telefon tartód, vagy olyan védő tokod, amiben van egy ilyen fémlap, akkor ugye a kettőt össze lehet pattintani, és akkor ugye maga ez csak a mobiltelefon tartó is egyben, tehát ilyen okosak ezek a tervezőmérnökök. Hogy csapódnak be nálatok ezek a Kickstarter-es projektek? A Kickstarter-es projektek, ezek nagyon érdekes dolgok. Van egy-két ilyen online portál, amin keresztül gyakorlatilag a cég is regisztrálva van, elég jó kis ratingje van, mert már pár ilyen projektet csináltunk, és akkor egyszer csak csöpnek, hogy például ez az Upwork, meg korábban Elance, meg ugye ezek a trendi portálok, ahol gyakorlatilag ezek a megkeresések beesnek, és gyakorlatilag onnan jönnek be. Ugye ha Bluetooth van hozzá, akkor mindenképpen kell a telefon, csak nem vezetéken rögzítve. Távoli mérésre alkalmas lehet adott esetben, hogyha a Wi-Fi kapcsolatot vagy 4G-s kapcsolatot tud, hogy van ennek továbbfejlesztett verziója, vagy? Ez gyakorlatilag ugye úgy megvalósított, hogy a telefonban keresztül, mint egy gateway, ugye egy távoli mérést tudsz megvalósítani. Nyilván magában az eszőkben nincs értelme egy 3G modemet beletervezni, mert ha úgyis ott van a telefon, az majd jó lesz gateway-nek. Nem tudom, hogy válaszoltam-e a kérdésre, vagy erre gondoltál te is? Majdnem. Szerettem volna kihagyni a telefont a rendszerből, de értem a választ, igen. Hát csak ugye mondjuk egy modem ára nagyjából egy okos androidos készüléknek az árával vetekszik, tehát nincs értelme gyakorlatilag szerintem. Bár bele lehetne tenni éppen elektronikailag. A processzállás, hogy terveztétek a telefon feldolgozó árakköre ennek, egy feldolgozó processzora? És a mérést a doboz végzi, vagy mindent a doboz csinál? Alapvetőleg az interfész jelenleg egy szabványos ilyen text alapú interfész, amin beállítja az ember, hogy 5 voltos range is, itt a másodpercenként 10-szer kijön az, hogy mekkora a feszültség, és onnantól kezdve a processzálás megjelenítés, tagadtározás, nem tudom, egyéb ilyen ugri huncutságok, azt meg a telefon csinálja. Akkor, ha nincs további kérdés, köszönöm a figyelmet!